Egy új letéttel gyarapodott a Magyar Nemzeti Galéria, köszönhetően a Magyar Nemzeti Bank értéktár programjának, ugyanis hozzánk került Ripronai József egyik kiemelkedő alkotása az ő kukoricás korszakából, 1913-ban született, Megyesi Ferenc mintázza Ripronai Józsefet című festmény. Ripronai egy halatlanul nyitott személyiség volt, a visszaemlékezések tanúsága szerint végtelen kedves, barátságos ember, és ennek köszönhetően számtalan barátja volt. Ezeknek a barátságoknak a tanújeleit nem csak ezekben találhatjuk meg, hanem számos olyan baráti portréban is, úgynevezett barátságportrékban, amelyeket Ripronai készített jeles művészekről. Kezdetben pasztel portrékon, Kernstock Károly, Lechner Ödön építészportréját ismerjük. Később, amikor az úgynevezett kukoricás korszaka kialakult, ez 1906-7 körül volt, akkor természetesen olaj portrék is születtek a nevesen barátokról, Színyei Merse párról, Szépművészeti Múzeum igazgatójáról. Tehát több ilyen olajkép is született, és ebbe az úgynevezett kukoricás barátportré sorba kapcsolódik az a képmás, amely most bekerült a mi gyűjteményünkbe. Megyesi Ferenc egy fiatal szobrász volt. 13-ban ő látogatást tett Ripronainál a Róma villában. Számos művészen látogatott ide. A irodalmárok Adi, Móricz rendszeres látogatója volt, és hát a képzőművészek sora is felkereste itt Ripronait. És 13-ban az akkor 32 éves, tehát fiatal Megyesi Ferenc szobrászt meghívta Ripronai. Közösen alkottak, Ripli festett, rajzolt jó szokása szerint, Megyesi pedig szobrokat készített. És ezen az életképen épp azt a jelenetet látjuk, amikor Megyesi Ripronai portréját mintázza. Különös hát értéke a képnek talán az, hogy pont azt a portrét, amely napjainkban is a Róma villa kertjében látható. Tehát ahogy említettem, ez egy már késői korszakában született a festőnek, az úgynevezett kukoricás korszakában, onnan kapta a nevét ez a korszak, hogy ilyen kukorica szemekre emlékeztető apró ecsetvonásokból építette föl a képet a művész, nem igen keverte a színeket, tehát egészen tiszta, harsány, erőteljes színeket használt, amelyeket szinte a tubusból kerültek egyenesen a vászorra, és erőteljesen síkba komponál már ekkor, egy erőteljesen stilizáltak ezek a képek, szakít a térábrázolással, tehát egyfajta absztrakció felé indul el ekkor ebben az időszakában a művész. Különös értéke a képnek, tehát az, hogy egy ilyen kicsit hát tréfás életkép is, tehát pont azt örökíti meg Ripli, amint a szobrász az ő portréját készíti, szembenéznek egymással, egy ilyen kedves, meghitt baráti találkozásnak is emléket állít ezen a képén.